Tisztelt megemlékezők, a 9 pongrác gyermek közül 6 fiú testvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen a szabadságért itt a budapesti Korvin közben. Közülük már csak 2 él, és csak András aktív. Ő a kivégzés előli menekülése miatt Amerikában lakik, lengyel származású feleségével, 5 gyerekével és 20 unokájával, de a rendszerváltás óta minden évben hazalátogatott, volt, hogy egy évben 4-szer is. Pongrácz András Amerikában is évtizedek óta aktív, a magyar közösségek megmaradásáért sokat fáradozi kultúrmissziókat szervezve, például számos István a király előadást, vagy volt ott olyan János Vitéz bemutatója is, melyen 550 magyar is megjelent. Mindezeket ráadásul magyar állami támogatás és elismerés nélkül. Következzék most egy korvinközi szabadságharcos, tehát a Sztálin szobor ledöntésével, lángvágóval közreműködő 56-os hős, a Mi Hazánk mozgalom alapítóatya, aki az elsők között buzdított minket pártunk megalapítására 2018-ban. Állami kitüntetést nem kapott még soha. Helyette tiszteletbeli elnökünket köszöntse most illő taps, Isten hozott újra a Korvin közben, András bátyánk! Köszönöm előd! Nagyon jól érzem magam itt köztetek. Nagyon jó itt lenni. Itt volt az a szignia, hogy a kommunizmus terrorizmus. Milyen igaz? Mert mi terrorizmusban éltünk mi itt 56-ban, és utána is ti terrorizmusba éltetek, és azért jött 56, mert már nem tudtuk tovább tűrni azt, amiben mi éltünk, amit terrorizmus és kommunizmus ránk adott, ránk tett, már nem tudtuk tovább bírni. Mi 9 testvérek erdélyi örmény katolikus családból származunk, és édesapámnak a legboldogabb napja az volt, amikor 1940-ben bejöttek a magyarok Szamosújvárra, és megint magyar lett Szamosújvár. És polgármester lett Szamosújvárnak, ami egy örmény város az 1600-as években alapozták, mint Armanopolis, vagyis örmény város. És a mi örmény felmenőink alapították Szamosújvárt. De amikor a II. Világháborúban édesapám harcolta a magyar hadseregbe, Apahidának volt a katonai parancsnoka, és mikor a háborúnak vége volt, és megint az olaoknak, a románoknak adták Erdélyt, akkor még ő a katonaságban volt, és egy szekeret küldött értünk, és édesanyám minket, 6 gyereket felpakolt a szekére, és átjöttünk Magyarországra. És 44-től Soroksár lett a hazánk, és így 56 jött, és természetes nekünk részt kellett venni a forradalomba. Én 17 éves voltam, én az iskolának kultúrfelelőse voltam, és én a színházakkal és a mozikkal foglalkoztam. Nekem az égvilágon semmi politikai tevékenységem nem volt. És mikor október 23-án a villamoson lógtam, jöttem itt a körúton, és láttam egy szobor előtt egy fiúkat összeálltak,
leugottam a villamosszal, hogy önnek szaladtam, hogy lássam, hogy mi történik itt. És ott döntöttük el, hogy megyünk és lehúzzuk a Sztalin szobrot. Mire odaértünk, sokan, nagyon-nagyon sokan voltunk, talán több ezren, és egy jó páran elkezdtünk dolgozni, ledönteni a szobrot. Órákat dolgoztunk, és meg se tudtuk mozdítani, az égvilágon meg se moccant. Drótkötelekkel, amit el tudtak képzelni, minden. És én gépipari technikumban jártam, és én értettem a lángvágáshoz, és mondtam ott a gyerekeknek, hogy el kell vágni a lábát, másképp nem tudjuk lehúzni. És mondta ott egy gyerek, hogy nekem az iskolában van nálunk lángvágó, mondom, gyere, hozzuk el. Elhoztuk, és úgy tudtuk lehúzni. Érdekes dolog az, hogy most 67 év után most találtam, és találtak fényképeket, ahol ott vagyok a Sztalin szobornál, és hogy mutatom a gyerekeknek, hogy hol kell elvágni a lábát, és ott van a drótkötél a kezembe, és a könyv, ami most megjelent a Gergely bátyám Korvin köz könyvébe, egy bevezetőt írtam, és két kép ezekből a képekből le van hozva. Szóval így kezdődött nekem a forradalom. Máskülönben a Korvin köz ezt Ödön bátyám találta és szerezte és választotta, hogy itt nagyon jó lesz innét vezetni a forradalmat. És minden testvérem, mi hatan voltunk harcosok, 56-ban, de Ödön volt az, aki tulajdonképpen vezetett mindent itt a Korvin közben. Ernő bátyám, ameddig én a Sztalin szobornál voltam, Ernő bátyám volt a parlamentnél Nagy Imrével, és elment a ház a lakására Nagy Imrének, és behozta a parlamentbe, hogy beszéljen a néphez, aki ott megjelent a parlament előtt, és akarták hallani Nagy Imrét. És Ernő bátyám ment és keresett, és mondta, hogy akar egy zászlót, egy magyar zászlót kitenni az ablakba, ahol Nagy Imre beszélni fog, és az egész parlamentben nem találtak egyetlen magyar zászlót, amelyiknek ne lett volna a közepében ott a kommunista jel. Kivette a zsebéből, a bicskács kivágta, és így lett az első Luka zászló. Máskülönben a harcok alatt itt, innét ezekről a lépcsőkről, ahol Ödön bátyám felállította a kis ágyút, amelyiket Bálint bátyám talált Soroksáron, és nem volt elsütő szöge, és Bálint megcsinálta, és Ödön ide felállította a lépcsőkre, és felküldette egy gyereket ott a második emeletre szembe egy zsebkendővel, hogy amikor az orosz tank 5 méterre van a középtől, akkor a gyerek jelzett, mi elsütöttük az ágyút, és 12 vagy 13 tankot semmisítettünk meg itt, és a falnak szembe az égvilágon semmi baja nem volt. Minden esetre mi hatan harcoltuk, nem mondom, mert én voltam a legfiatalabb, és nem igen engedtek a tűzhöz közel, de én voltam az, aki mentem az asszonyokhoz, és kértem az üvegeket, amiből Ödön csinálta a molotov koktélokat, amiket használtunk, és én voltam, aki beugrottam a tankokba, amikor kilőttük, hogy lássuk, hogy mit tudunk onnét szerezni. Na, szóval mi testvérek mind a hatan
benne voltunk a forradalomban nyakig. Na, mindegy, tavaly, ilyenkor, mikor itthon voltam, tavaly októberben a mi hazánk egy országjárást szervezett nekem, és az ország különböző részeibe 15 iskolába voltam, ahol beszéltem a fiatalokhoz. Nagyon sok, nagyon értelmes gyereket láttam, talán több ezerrel beszéltem, és próbáltam nekik megmagyarázni nem csak az, hogy mit csináltunk, mi voltak a harcok, de hogy miért voltak a harcok, hogy éltünk mi, hogy már nem bírtuk tovább, hogy Ernő bátyámat egy éjszaka jöttek és elvitték az ávosok, és 6 hónapig azt se tudtuk, hogy hol van, hogy mi van vele. Másfél évig volt börtönbe, és mikor kiengedték, volt bőre pofájukon, azt írták a papírjára, hogy tiltott határátlépés kísérletének a gyanúja. El tudjátok képzelni? És másfél évet ült börtönbe azért. Szóval így éltünk, és ez volt, hogy már nem bírtuk tovább. Nem lehetett. Máskülönben nektek fiataloknak néhány megfontoló javaslatom van. Mi hittünk független Magyarországba, ti is higgyetek, mert úgy kell legyen. Szeretnénk látni, hogy a szovjet emlékmű a Szabadság téről, az amerikai követség elől eltűnjön, már végre nagyon-nagyon jó volna. Ne maradjanak kommunista utcanevek Magyarországon. Felejtsük el őket. Oldják fel az állami biztonsági múlt titkosításait. Tudja meg a magyar nép, hogy mi volt igazán. Állítsák bíróság elé a kommunista bűnöket elkövetőket. A pártellemi vezetőket zárják ki a közéletből. Úgy, mint megcsinálták másik országokban, Lengyelországban, Németországban, itt is meg kellett volna csinálni. Nincs helyük. Vonják meg a kommunista luxusnyugdíjakat. Mai napig is rettentő nagy luxusnyugdíjat kapnak a régi kommunista vezetők. Kapjon állami támogatást az ország egyetlen 56-os múzeuma Kiskunmajsán, amelyet Gergely alapított. Sőt, nagyon ideje volna, hogy egy 56-os múzeum itt Pesten is legyen. Még mondanám nektek, hogy járjatok Erdélybe, szeressétek az erdélyi véreinket, beszélgetsetek egymással, keressétek minden embertársatokkal a barátságot. Nagyjából ezeket a szavakat akartam hozzátok hozni, és még egyszer mondom, hogy nagyon jól érzem itt magam közöttetek, köszönöm, hogy eljöttetek, és Isten óvja Magyarországot, szervusztok!